Salgótarján nevét a 13. században említik először az oklevelek. A salgó névalak ősi magyar szó, jelentése fényes, csillogó. A Tarján pedig az egyik ide települt honfoglaló törzs neve. A középkori Salgótarján története elsősorban Salgó várának históriája. Azé a váré, amely az évszázadok során nem csak névadója, hanem jelképe is lett a településnek, s amelyről Petőfi Sándor így írt útinaplójában. Oly rendkívüli helyen fekszik, hogy gondolatnak is őrült volt odaépíteni. Környékezi rengeteg erdő, a hegy teteje óriási gránitszikla, s e fölött állt a vár. Talán nem volt Magyarországban vár, mely oly közel lett volna a csillagokhoz, mint Salgó. Sokáig ültem romjainak legfelső csúcsán, tekintetem mérföldeken, lelkem évszázadokon túl barangolt. A költői képzeletet is megihlető régmúlt után, nagyot ugorva az időben azt láthatjuk, hogy Salgótarján újkori fejlődését a 19. században meginduló szénbányászat és vasútépítés, illetve az ezekre települő vas, acél és üveggyártás határozták meg. Salgótarjánban 1855-ben nyílnak meg az első szénbányák, ám az igazi, várostörténeti jelentőségű mozzanat az, amikor a Szent István Kőszénbánya Részvénytársaság megalakításával a bányászkodás központjává Salgótarjánt jelölték ki, elsősorban a kedvező földrajzi adottságok miatt. A Pest-Salgótarján közötti vasút 1867-ben indult, és ezt követően sorra nyíltak azok a gyárak, Hirsch és Frank Budapest-Salgótarjáni vasöntöde, az elsősorban palackokat gyártó üveggyár és a táblaüveget készítő síküveggyár, amelyek kialakították a város ipari jellegét. E korszak emlékét ma elsősorban az Európában is ritkaság számba menő föld alatti bányamúzeum őrzi, ahol szinte megelevenedik a salgótarjáni bányászkodás másfél évszázada. A múzeum az egykori József lejtősakna vágatrendszerében nyílt meg 1965-ben. A föld alatt mintegy 280 méter hosszú, 36 méter szintkülönbségű ipari műemlék a bányajárás igazi élményét adja az érdeklődőknek, akik eközben megismerkedhetnek-e nehéz mesterség szerszámaival, gépeivel, a munkaruházattal, a régi és új bányabiztosítási módokkal. A bányalátogatás végén mindenki kaphat egy a bányász himnusz kottájával díszített oklevelet, amely tanúsítja, hogy tiszteletbeli bányásszá fogadták. A bányászoknak állít emléket idősebb Szabó István, Kossuth Díjas szobrászművész egyedülálló bányászat történeti sorozata is. A bányász élet szobrász krónikása, akinek 2003-ban ünnepeljék születése 100. évfordulóját, több szobrász műfajban is jelentőset alkotott, körplasztikát, domborművet, nagyszabású jelképet kerekített olyan történelmi panorámává, amelyben hitelesen jelennek meg a bányász élet sorsfordulói és az egyéni helytállás. A szénre épült ipari civilizáció teremtő ereje folytán a kis Jobbágy faluból az ország egyik meghatározó ipari központja lett, amely méltán kapott 1922-ben városi, majd 1929-ben megyei városi címet. Ez a korszak egyben a városépítés első nagy időszaka, ekkor alakult ki az a városkép, ami részben ma is látható. A Munka című lap 1935. december 14-i számában már így ír. Az erőfeszítések nyomán eltűntek a portákról a falusi szemétdombok, és Salgótarján a tervszerű útépítési és városrendezési tervek következtében, valamint a közművekkel való ellátás folytán külsőségeiben is városi rangra emelkedett. Salgótarján másik arcát az európai hírű naív festő Balázs János képei örökítették meg, aki az egykori cigánydombról szemlélte, hogy a mesélő, életadó hegyekkel körülvett városa hogyan válik az ő szavaival gondosan tervezett, rendezett kolosszussá. De ez már az 1960-as években megindult városrekonstrukció, amelynek során a város teljesen átalakult,
Nyugodtan mondhatjuk, a régi helyén felépült. Salgótarján országosan is egyetlen városunk, írja Németh János kultúrakutató, amelyre a történelmi ritkaság jövőbeni sorsa vár, mint a 20. századi városépítés egységes példájára. Évszázadok múltán a turisták épp úgy álmélkodnak majd a remélhetőleg addig zárt főtér harmóniáján, a betonépületek, parkok és teraszok furcsa ritmusán, a hegyek közé ékelődött élettér sajátos arányain, mint ahogyan mi tesszük ezt a középkor városaiban. Salgótarján 1968-ban az ország első Hild érmes városa lett, amit azzal érdemelt ki, hogy a tömegtermelés világában is megmutatta, hogy lehet egyedit létrehozni, amivel szinte a természetesen nőtt városok hangulatát teremtette meg modern eszközökkel. Salgótarján valami olyat tud, írja Finta József Kossuth-díjas építész, amit hasonló fejlesztési adottságokkal rendelkező, ekkorban fejlesztett, épített, rekonstruált hazai társai talán kevésbé tudnak. És ez a valami az élményválasztás szabadsága, a választás lehetőségeinek biztosítása. Ez a szabadság abban a választékban gyökeredzik, amelyet a város térben, formában, az épített térben való mozgás lehetőségeinek kiválasztásában lakói számára nyújtani tud. Salgótarján intenzív fejlődésének, kiépülésének másfél-két évtizedes nagyiramú korszaka olyan építészeti cselekedetté vált, amelynek mintaértéke és hatása tagadhatatlan a hazai építészet egészére nézve. Salgótarján 2002-ben ünnepli várossá nyilvánításának 80. évfordulóját. Ebből az alkalomból érdemes felidézni a város első polgármesterét, dr. Förster Kálmánt, akinek szoborportréja a salgótarjáni Panteonban található, azon jeles személyiségek társaságában, akiknek sokat köszönhet a város. Az első polgármester 1924-ben fogalmazta meg szinte látnoki erővel: hiszem, hogy a város közönsége még gondozott utcán fog sétálni, modern színházba fog járhatni, és modern közkórházban fogja betegeit gyógyíthatni. A polgármester álma a 8 évtized során valósággá vált. Salgótarján ma olyan modern város, amelyik felkészült az új évezred kihívásaira. Természetesen, hogy ki milyennek látja a várost, azt mindenki maga döntheti el, és ennek megfelelően a válaszok is egyéniek lehetnek. Egy biztos kiinduló pontja azonban van a megítélésnek, amit Magyar Géza építész így fogalmazott meg. Hazai viszonylatban egyedülálló, külföldi gyakorlatban elég ritka, hogy az élő, de elavult várost a legmodernebb városépítési elvek alapján teljesen újjáépítsék. Mindeközben a nehézipar általános válsága Salgótarján sem kímélte. De az 1990-es évek közepétől a hagyományos iparágak nagyrészt újra szerveződtek, és megindult a gazdasági szerkezetváltás is. A szükségszerű átalakulást követően Salgótarján megnövelte gazdasági versenyképességét, és felzárkózott a dinamikusan fejlődő, másodlagos városi központok sorába. Gazdaságának alapját továbbra is az ipar határozza meg, emellett azonban egyre nagyobb szerephez jutnak a szolgáltatások és a kereskedelem. A hagyományosan meglévő ipari fejlesztési és befektetési lehetőségek mellett egyre nagyobb szerep jut a modernizációban a város ipari parkjának. A salgótarjáni ipari park országosan is versenyképes, kiváló feltételeket kínál, és ennek köszönhetően az első ütemben kialakított területei nagyrészt betelepültek. A befektetők között egyaránt megtalálhatók a multinacionális vállalat, valamint a kis és középvállalkozások, köztük jelentős japán, német, olasz és belga cégek. Az ipari park folyamatos fejlesztés alatt áll és bármikor fogadóképes további beruházások számára. Az ipari park, valamint a meglévő üzemek magas szintű, közvetlen szolgáltatásain túl a város egyéb kínálata, adottságai is kedvezőek. A város bankhálózata fejlett,
a hivatali ügyintézés helyben gyorsan lebonyolítható, tekintettel arra, hogy Salgótarján a térség közigazgatási központja is. Földrajzi elhelyezkedése budapesti Szlovákia közelsége révén igen kedvező, akár logisztikai központként is. A város és környéke jó idegenforgalmi adottságokkal bírnak, és ez szintén hatékony fejlesztési lehetőségeket kínál. Salgótarján nem csak gazdasági, kereskedelmi központja a térségnek. A város arculatát egyre inkább meghatározza az az oktatási, kulturális szerepkör, ami Salgótarjánt iskolavárossá, kulturális központtá teszi. A város iskoláiban évente közel 8000 diák tanul, és nem hiányzik a felsőoktatás sem. A budapesti gazdasági főiskola pénzügyi és számviteli karának salgótarjáni tagozatára az ország minden részéről érkeznek hallgatók. A város kulturális életének legnagyobb attrakciója a Tarjáni Tavasz Művészeti Fesztivál, amely minden évben a Költészet napján kezdődik, és közel egy hónapon keresztül a programok egész sorát kínálja. A Tarjáni Tavaszban a komoly és könnyű zene, a képzőművészet, a film és fotóművészet, a táncművészet és a színház legjobb hazai és külföldi képviselői lépnek fel, és természetesen nem hiányoznak a város művészeti életének rangos képviselői sem. A programok fő helyszíne a főtér és a József Attila Művelődési Központ, ahol az idén az a Princess együttes aratott nagy sikert, amelynek természetesen van salgótarjáni származású tagja. A Tarjáni Tavasz mindenkori záróeseménye, ha tetszik csúcspontja, a Nemzetközi Dixieland Fesztivál. Ez a rendezvény Európa szerte ismert és elismert a zenerajongók körében, a Nemzetközi Fesztivál naptárban pedig úgy szerepel, május első hétvégéje egyenlő a Salgótarjáni Dixieland Fesztivállal. A közel két évtizedes fennállása során a mindenkori hazai élvonal mellett a műfaj legjobb külföldi képviselői léptek föl, köztük talán az egyik legnagyobb név Joe Murányi, aki Louis Armstrong zenekarának klarinétosa volt. Ő így látja a Salgótarjáni Fesztivált. Szeretek itt játszani. Élvezem a fellépést a Salgótarjáni Dixieland Fesztiválon, mert nagyon jó a közönség. A Salgótarjáni Fesztivál a tavasz beköszöntét jelzi, mind a zene, mind a város életében, ezért itt mindig jó kedvem van. A fesztiválok sorában a következő a Nógrádi Folkról Fesztivál, amely a város nyári kulturális kínálatában szerepel. A Folklór Fesztivál házigazdája 25 éves Nógrád Táncegyüttes, amely fesztivál és nívódíjak egész sorával büszkélkedhet. A Folklór Fesztivál állandó vendégei a közép-európai országok legjobb csoportjai, de érkeznek fellépők Spanyolországból, Görögországból és a skandináv államokból is. A legutóbbi Folklór Fesztivál programjából most nézzék meg a Nógrád Táncegyüttes koreográfiáját, mindegy kett csinálóként. Isten házszor vagy, mi hagyni hagyabba! Fújjad én azt a trombitát! A főtéren azonban egészen másfajta produkciókat is láthat a közönség. A zenekarok, énekesek hangját időről időre automotorok dübörgése váltja fel.
A negyed százada útjára indult Salgó Rallin százezres nézőközönség szurkol a népszerű sportág legjobbjainak. Ilyenkor a főtér szinte egy nagy box utcává alakul. Innen indulnak és ide érkeznek a csodamasinák. A nézők itt testközelből láthatják az autókat, és találkozhatnak kedvenc versenyzőikkel. A verseny maga, amely ma már a nemzetközi Michelin Budapest Rally egyik futama, a Salgótarján környéki, többségében festői, hegyi utakon zajlik, amit a versenyzők és a nézők egyaránt nagyon szeretnek. És ha már autóban ülünk, folytassuk az utat Salgótarján Somoskőbe, ahol a közel 700 éves vár tövében évente világhírű sporteseményt láthatnak az ide látogatók. A híres nevezetes salgótarjáni ugrógála eredeti helyszíne, ha már filmünkből is megismert salgótarjáni főtér volt, de 4 éve a modern aréna helyett Somoskő történelmi környezete adja egy kivételes sportesemény díszletét. A mostanival együtt 1986 óta 5 földrész, 27 ország, 501 atlétája vett részt a salgótarjáni ugrógálán. Köztük olyan világklasszis ugrók, mint Bubka, Kostadinova, Bartová, Jelesina és Sotomayor. Az Európai és a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke Sulek Ágoston szerint ez az ugrógála fantasztikus a sportban. A világon mindenütt ismerik az ugrógálát és nagyra tartják. Szívesen jönnek ide a legnagyobb versenyzők is. Az ugróknál magasabbról csak Besenyei Péter műrepülő világbajnok gyönyörködhetett Somoskő természeti szépségeiben és a várban, amelyet azonban nem csak madártávlatból érdemes megnézni. A két ország, Szlovákia és Magyarország határán álló vár ma már látogatható, igaz, csak útlevéllel. A csúcsos tornyú egykori erősséghez egyébként sok legenda fűződik, közülük talán a legromantikusabb, a Balasi Bálint és Losonci Anna állítólagos szerelmi viszonyáról fennmaradt történet. Az viszont valóság, hogy itt található a bazaltömlésnek nevezett természeti ritkaság, amelynek érdekességét az adja, hogy a csaknem 500 méteres magasságból kihajló, mintegy 16 méter hosszú oszlopok orgonasíp módjára helyezkednek el. Bél Mátyás szerint a vár és a község neve is a bazalt oszlopok kihűlési, elválási formájára, a hasadozni, azaz somosodni jelentésre vezethető vissza. De ezzel még mindig nincs vége a somosi látványosságoknak. A már szintén hagyományos páneurópai piknik résztvevői évente számos országból érkeznek a vendéglátó Szlovákia és Magyarország meghívására, hogy dallal, tánccal együtt köszöntsék az európai egység gondolatát. Szomszédok közt megértés, szeretetet és békét. Uram, áld meg ezt a földet, s minden nemzetét. És a műsor végén, amikor már együtt ropják a táncot a fellépők és a közönség, búcsú pillantást vethetünk Somoskőre és környékére,
akkor ismét feltűnik Salgóvára, ahonnan Salgó Tarján története és a filmünk is indult. De itt csak a filmnek van vége. Salgó Tarján története tovább íródik az új évezredben is.